ma is. Te vagy az Isten, aki nevérem, leborul minden a földön, az égen. Hegyeget mozdít, beteget gyógyít az Úr. Ma is te vagy. Te vagy az Isten, aki
valóban Te vagy az Isten, a mi Istenünk. Te vagy az a hatalmas Isten, aki fölött nincs nagyobb, akinek az erejének nincs határa, aki mindent megtehetsz, aki kimondhatatlanul szeretsz bennünket, és aki most velünk akarsz találkozni. Te vagy az Isten, a mi Istenünk. Itt vagyunk, itt van a Te néped, és keresünk, a találkozásra várunk. Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Sok szeretettel köszöntjük azokat is, akik közben megérkeztek a budapesti Golgota gyülekezet hétfő esti alkalmán, azon az estén, amikor ugye a hónap utolsó hétfőjén tudjátok, hogy különleges alkalom van, megállunk a tanításban, és keressük Istent, a mi Istenünket. Ahogy most itt dicsőítettem én is, dicsőítés közben Isten adott egy látomást, amit most szeretnék elmondani nektek, mert szerintem nem véletlen, hogy Isten ezt adta. Ebben a látomásban azt láttam, hogy egy sivatagban vagyok, iszonyatos forróság van, tűz a nap, és nagyon-nagyon szomjas vagyok, és nincs víz. És mászok, keresem a vizet, telnek a napok, az erőm egyre fogy, egyre jobban tűz a nap, egyre inkább elveszítem az eszméletem, és minden vágyam csak az, egy korty vizet, ha találhatnék. És ahogy ezen a látomáson, ezen a vízión, amit most dicsőít, és közben Isten adott, gondolkodtam, az volt a szívemben, hogy én így akarom mindig keresni Istent ezzel a vágyjal. Mint az az ember, aki a sivatagban már napok óta nem ivott vizet, és mindenről elfeledkezik, csak az van benne, hogy egy korty vizet adjatok, mert az az élet, mert akkor élek. Semmi nem számít. Egy ilyen helyzetben az ember elfelejt mindent, minden problémáját, a dolgait, a múltját, amiket átélt, a fájdalmát, a csalódásait, a terveit. Egyetlen egy dolog fontos ilyenkor az embernek, egy korty víz, vagy még több, hogy éljek, mert ott a víz az élet. És én azt gondolom, hogy Isten azért adta ezt most nekem, hogy elmondjam nektek, és bátorítsam magamat, és titeket is arra, hogy így keressük Istent, mint a szomjúhozó. Ne úgy, hogy bejövünk ide, beülünk, hogy na, hát ha, mond valamit Isten ma is nekünk, hanem úgy, ő arra vár, és úgy vár téged, hogy úgy keresd őt, hogy legyen benned az a szomjúság, hogy ő mindened. És valljuk be, mi nem mindig vagyunk így. Ez az igazság. De olyan jó, hogy bevallhatjuk ezt. Nem kell képmutatóan azt mondanunk, hogy hát mi ilyenek vagyunk. Mert ha nem vagyunk ilyenek, akkor nem vagyunk ilyenek. De azt is bevallhatjuk, hogy szeretnénk ilyenek lenni. És azt is bevallhatjuk, hogy azok az emberek, akik igazán ismerték Istent, és igazán közelről megismerték Istent, azok rájöttek, hogy ennyire fontos nekik, mint a sivatagban a szomjazónak a víz. Ő az élet, ő minden, semmi más nem számít, csak őt értsem, csak vele találkozzak, csak ő érintsem meg. Én úgy szeretnék mindig jönni ide, most is az a vágy volt bennem, és hiszem, hogy Isten ezért adta, hogy így keressem őt. Így keressem a dicsőítésben, így keressem az imádságban, így keressem az igében, mindenben. Szükségem van rád, Jézus. És Isten itt van, és Isten cselekszik. És ezen az estén én azt gondolom, és ezt mondta nekem Isten, amikor jöttem, nem csak akkor, amikor jöttem, már korábban, amikor imádkoztam, és elkértem tőle
erre az estére, hogy mi legyen az, amit elmondjak, és ilyenkor mindig Isten csak egy gondolatot mond, és hiszem, hogy ilyenkor a Szentlélek folytatja itt. Mert nem tudok készülni, mert ilyenkor a Szentlélek nyilvánul meg. És az volt az, amit Isten mutatott erre az estére, hogy keressük őt először abban, hogy emlékezünk. Emlékezzünk egy picit, hogy mit tett ő a mi életünkben. Mit tett ebben az esztendőben? Lassan itt vagyunk az év vége felé, mögöttünk ez a 2011-es esztendő. Gondolj vissza. Gondolj vissza, hogy ebben az évben vajon mit tett Isten a te életedben? Tudjátok, azért jó így visszagondolni, mert néha úgy vagyunk, hogy mennek a napok, mennek a hetek, a hónapok, észre se vesszük, történnek a dolgok magunk körül, úgy zuhanunk át az életen, hogy tegnap születtünk, holnap meghalunk, és észre se vetted, hogy éltél. És ez így nem jó. Ez így nem jó. Jó megállni néha. Hogy most én megállok. Nem akarok rohanni. Abba a rohanásba a munka, vagy akármi, amiben vagy. Szeretnék megállni. És szeretném megnézni azt, hogy mit tett velem eddig az Isten. Tudjátok, az Ószövetségben azt olvassuk nagyon sokszor, hogy Izraelt Isten vezette, nagyon sokszor azt mondta nekik, hogy állítsatok emlékoszlopokat. Erről már én korábban is beszéltem nektek, hogy mennyire fontos, hogy állítsatok emlékoszlopokat. Mik az emlékoszlopok? Hát valami emlékeztetők, amik arra emlékeztetnek, hogy ha valamit tett Isten az életedben, akkor ott állítottál egy emlékoszlopot. Amikor Izraellel Isten valami hatalmas dolgot tett, akkor ők egy emlékoszlopot állítottak, és az mindig emlékeztette őket. Ha arra mentek újra és újra, minden nap, ott volt. És újra eszükbe juttatta. Mert ne feledjétek, a feledékenység földjén élünk. Felejtünk dolgokat, még a legfontosabbakat is. Nekünk kell az emlékeztetés. Kell, hogy emlékeztessen bennünk Isten arra. Mert van úgy, és sokatokkal beszéltem ezekben a hetekben, akik úgy érzitek, hogy mintha beszippantott volna valami, mintha Isten eltűnt volna, mintha Isten nem is lenne, mert nem értetek dolgokat, amik történnek. És ilyenkor megpróbáltatik a hitünk. És ilyenkor is a legjobb az, hogyha megállsz, nem rohansz össze-vissza, megállsz és visszanézel. Mit cselekedett eddig az Isten az én életemben? Emlékezz! Ha most valaki megállítana téged az utcán, és azt mondaná, hogy mondjál három dolgot, te keresztény, aki magadat kereszténynek mondod, mondjál három dolgot, amit Isten ebben az évben tett az életedben. Tudnál mondani hármat? Remélem, hogy milliót tudsz mondani. De nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy dolgokat természetesnek veszünk. És nem is látjuk meg Isten hatalmas munkáját az életünk. Én a te életedben, nem az enyémben, most a te életedben legalább egy dolgot tudok mondani, amit az Isten cselekedett. Hogy ma este itt vagy és keresed őt. Ez biztos, mert itt vagy. És ennél sokkal többet tudsz mondani, én hiszem. És én arra szeretnélek most hívni benneteket, hogy emlékezzünk. Emlékezzünk egy kicsit. Szeretném, ha egy picit csendben maradnánk, nem lesz dicsőítés, csendben leszünk. És a csendben imádkozzatok mindannyian, és várjátok azt, hogy Isten lelke vajon mit hoz elő. Kérdezzétek őt, és gondoljátok végig. Röviden, néhány percben, nem lesz sok idő, mert megyünk majd tovább, de legalább ezt a pár percet arra szánjátok, hogy végig gondoljátok, hogy mondjuk ebben az esztendőben mit tett Isten a te életedben? Tett valamit? Ha tett, mi az? Meglátod? Meg tudod látni? Jó emlékezni. Mert aki tud emlékezni és meglátja Isten tetteit a múltban,
az annál nagyobb bizalommal várhatja a tetteit a jövőben. Úgyhogy most arra kérlek benneteket, hogy maradjunk csendben, imádkozzunk, gondolkozzunk, hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen, kérjük őt arra, hogy vezessen, és gondoljuk végig, mit juttat az eszedbe? Mit tett Isten veled a te életedben, ebben az esztendőben? Keressük őt ezzel a kérdéssel.
Fogjuk folytatni a dicsőítést, de arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy továbbra is ez legyen a kérdés. Keressétek Istent a dicsőítés közben is, folytassátok vele, amit most elkezdtünk, ezt az imádságot. Várjatok a Szentlélekre, hogy vajon miről beszél nektek. És arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy ha Isten most eszetekbe juttatott olyan dolgokat, amiket tett a te életedben, ami bátorító lenne, ha megosztanád, akkor szóljál nekem a dicsőítés alatt, lesz lehetőség, hogy elmondjad. Az nagyon fontos dolog, hogy bátorodjunk egymás bizonyságtételén. Akármi, amit tett veled az Isten, amit úgy gondolod, hogy bátorító lenne. Nyugodtan mondd el. Ezek olyan alkalmak, hogy szeretném, hogyha itten tényleg meg tudjuk élni azt, hogy mindannyiunkban Isten munkálkodott, egymást tudjuk építeni, bátorítani. Arra is bátorítalak, hogy ha Isten ad neked egy igét, és el akarod mondani, akkor szóljál nekem, lesz rá lehetőség. Ha Isten ad neked egy proféciát, el akarod mondani, szóljál nekem, lesz rá lehetőség. Ha Isten ad neked egy nyelveken szólást, és megadja az értelmezését is, mert nyilvánosan a szükséges az ige alapján, akkor szóljál nekem, és lesz lehetőséged, hogy elmond nyelveken, és elmond az értelmezését. Nyitottak vagyunk arra, hogy a Szentlélek bárhogy szóljon, és megnyilvánuljon. És én hiszem, hogy nagyon sok úton megnyilvánulhat. És bátorítalak benneteket, hogy legyetek erre nyitottak. És továbbra is keressétek őt. És ha van bizonyságot, ha van történetet, ha van igéd, ne hagyd magadban. Hagy épüljek én is, meg a többiek is. Mert szeretném hallani, hogy mit tett veled az Isten. És a többiek is. Úgyhogy ha van ilyen, szólj nekem, és lesz rá lehetőség elmondani. És most pedig folytassuk a dicsőítést, keressük őt továbbra is, azzal a képpel, amit Isten nekem adott az elején, ahogy a szomjúhozó a sivatagban, egy korty víz után, úgy keressük Istent, hogy érintsen meg, hogy szóljon. Keressük őt. Dicsőíts. Thank you.
csak tiéd, Uram. Minden lépés, minden szó legyen tiszta, mint a hó. Thank you.
szívem te rád mindenható Istenünk, akármit is terveztél, tudjuk, hogy a te terved az jó a mi életünkkel. Tudjuk, hogy ahogy megígérted, Jézus velünk maradsz a világ végezetéig. És szeretnénk megköszönni és bátorodni mindazokon a dolgokon, amiket eddig is cselekedtél a mi életünkben. Mutasd meg ezt, hogy lássuk egymás életén is. Te milyen fantasztikus dolgokat cselekszel. Ezt kérjük Jézus a nevedben. Amen. Foglaljatok helyet. Eddig ketten már jelezték, hogy szeretnének valamit megosztani velünk. Közben, ha bárkinek szívére helyez Isten valamit, ahogy mondtam, én hiszem, hogy ti életetekben, ebben az esztendőben biztos, hogy Isten sok mindent elvégzett. Ha abból bármit el azt szeretnétek mondani, mert bátorítás lenne a többieknek, akkor legyetek bátrak és gyertek, és mondjátok el, hogy tudjuk egymást bátorítani. Úgyhogy lesz erre folyamatosan lehetőség, jelezzétek ezt nekem, hogyha akarjátok, ha van ilyen bennetek, itt vagyok elől, ha akár igével, ha akár van egy proféciád, vagy bármi. Szeretnénk nyitottak lenni Isten munkájára, a Szentlélek munkájára, szóljatok, és akkor lesz lehetőség elmondani. És most pedig hallgassuk meg azokat, akik már jelezték, hogy szeretnének valamit megosztani velünk. Szeptember végén egyszer már elmondtam valamit, nem tudom, hogy itt voltatok-e, vagy valaki itt volt. Elmondtam, hogy, hogy nagyon nehéz volt, hogy volt ez az a sok minden az életemben akkor, egyrészt, hogy megbuktam, vizsgán, hogy kirúgottak a munkájáról, és nem találok munkát, és akkor négy tovább is erről, és utána még akkor azt értettem meg, akkor pont arról beszélt Sanyi is, hogy a Szentlélek tud képessét tenni arra, hát nekem az ige volt, hogy teljes örömmel tartsátok, amikor különféle megpróbáltatásokban vagytok, és akkor azt értettem meg, akkor ez nagyon megerősített azt, hogy akkor a Szentlélek az, aki ezt el tudja élni, hogy valahogy, hogyha ez az egész által vagy hozzá közelebb kerülök, és akkor csak azt mondtam, hogy egy röviden akkor, és most így azt akarom mondani, hogy utána
ugye két hónap eltelt azelőtt, az után a vizsga után a pótvizsgáig, és akkor nagyon-nagyon nehéz volt nekem az, hogy ahelyett, hogy akkor jó, akkor be van fejezve, és tanulni, és azzal a hát eléggé reménytelenséggel, hogy most másodszor sikerülni fog, mikor már másodszor, harmadszor vagy többetre tanulom, és főleg, hogy van ez a betegség, amit ezt a memóriámat így rosszabb, és akkor így, na és akkor ez azért volt nagyon akkor bátorító nekem ez a, hát az, ami szeptember végén akkor azt el is mondtam, hogy akkor így az volt, azt mondtam akkor Istennek, hogy jó, hogyha ezáltal valahogy ő szeretettét meg tudom élni úgy, ahogy tudom a fejemben, de nem tudom megélni, hogy akkor jó, hogy akkor ezt úgy. És akkor ez így jó volt akkor elvileg, de akkor utána nagyon sokszor megint az, hogy elegem van, reménytelen az egész, meg nem is, és nem is megy, és mindig elfelejtem. És akkor nagyon a zsoltárokon keresztül, főleg a zsoltárokon keresztül, nem csak, de zsoltárokon keresztül nagyon sokszor biztatott Isten, és az egyik, amit biztos, hogy ismertek, hát nagyon sokan a 42. zsoltárban, és akkor ez volt az egyik, amit így olvastam, az már, hát már csak, nem is tudom, egy-két hét volt hátra, ugye a pótvizsgáig, és akkor azt, ugye, ezt ismerjétek, hogy miért csüggeszel én lelkem, miért nyughatatlankodol bennem, bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő orcájának szorításáért, és akkor a végén pedig az, hogy hálát adok neki, szabadítómnak és Istennek, igen, de aztán így akkor így csak így, először nem is foglalkozom, hogy orcájának szabadításáért, de aztán így, most így gondolkozom rajta, hogy az orcájának a szabadításáért, tehát azt valahogy az, hogy nem csak az, hogy megszabadít, hanem hogy az orcájának szabadítás, tehát valahogy így a kapcsolatom vele, és akkor így meg így gondolkozom, hogy hát, hogy akkor így valahogy, hát amiről az egész szó, hogy akartam, hogy szóljon az egész, hát ez a kínlódás, hát így írtam, hogy kínlódás, de a két hónap az egész nyári tanulás után. És utána, hogy olvastam tovább, utána a 44. zsoltárban, azt mondja, hogy mert nem az ő fegyverükkel szereztek földet, és nem az ő karjuk segített nekik, hanem a te jobbod, a te karod és a te orszád világossága, mert kedveled őket. És akkor így tovább, és akkor utána van, hogy rendelj segítséget Jákobnak. És akkor ezt így nem csak úgy felmondanám, hogy itt ugye mi az, ami segíthet, meg ami segített sok csoporttársamnak, hogy puskáztak. Egyrészt, másrészt pedig az, hogy sikerült jól tanulni, vagy jól, és akkor én mondtam, hogy én se nem tudok jól tanulni, vagy ennél jobban, próbálom, de meg hogy ezzel a memória problémával, főleg nem, és puskázni nem akarok, pedig az egyik oktató próbálta rábeszélni a csoporttársakat, hogy segítsenek majd nekem. És akkor valahogy ez volt bennem, hogy de nem, és akkor meg így, az volt bennem, hogy jó, tehát az, hogy ezzel is így biztatott Isten meg még korábban, még nagyon sok más helyen is, hogy nem ez fog segíteni, hanem Isten tud segíteni, ha akar, de én nem vártam el Istentől, hogy jó, akkor mondja meg, hogy sikerülni fog-e a vizsgám. De mondjuk nem bántam volna, ha megmondja. Tehát körülbelül így. De akkor én nem vártam. De akkor így valahogy ez, hogy és akkor ez a rendes segítséget, és egy körülbelül másfél héttel a vizsga előtt az anyukámnak egy jó ismerőse, aki most nyugdíjas, orvos, doktornő, és ő hozzám járt rendszeresen, és ott volt velem, vagy teljes nap, vagy többször egy nap, és segített egy csomót, mert ugye egyik vizsga az a klinikumok, tehát ilyen 50-valahány betegség, hogy mitől tünetek, mit lehet csinálni, meg minden,
És ez nagyon nehéz volt megérteni, és nagyon nehéz volt, csak a plusz még az anatómia. És akkor így, és akkor ez ilyen, és akkor ez nézem, hogy rendes segítséget, diákonnak, hát most így, de soha nem jutott eszem, hogy ezzel valamit, csak ez tényleg olyan segítség volt, hogy tehát Isten így segített, de hát akkor még mindig, és akkor ezt olvastam, ezt a miért csüggetsz el lelkem, amit ismertem, ugyebár csak így most megint az volt bennem, hogy elegem van, nem érdekel, legyen vége, de hogy valahogy ez, hogy de miért csüggetsz el, és akkor, hogy bíznésem, és ez alatt a két hónap alatt tényleg azt hiszem, hogy így tanultam. Nem azt mondom, hogy megtanultam bízni Istenben, de valahogy így átéltem jobban tényleg az, hogy Isten vezetését, Isten, tehát ahogy az egész alatt így bíztatott Isten, meg hát amit így, hát ugye szeptember végén, amiről beszéltem, hogy valahogy tényleg jobban átéltem, vagy kezdem átélni azt, hogy velem van, meg bíztat, meg a szeretetét, meg aztán így tudom, hogy viszont a félelem ott volt bennem az egész miatt, hogy de ez lehetetlen, és az egész túl sok az anya. És a félelem bennem volt, de így, mint ez a barátom, akit már múltkor is így említettem, hogy a félelmet, azt nem tudom én magam, de hogy akkor nem félek, nem félek, nem félek, meg van ez az ének, vagy többször szoktak énekelni, az, hogy nem félek, hogy nem fél már, vagy nem tudom, hogy van pontosan, valami ilyesmi van benne, hogy mindig, hogy nem félek, nem félek, nem félek. És akkor gondoltam, hogy jó, éneklem, de félek. És akkor így... És akkor tudom, hogy nem kéne félnem, de félek, és akkor így, csak így azt mondta ez. Beretem, hogy de ezt sem én érem el magamtól, mint ahogy azt, hogy szeretni tudom Isten, azt sem én érem el magamtól, hanem ez is Szentlélek tudja bennem elvégezni, hogy ne féljek. És akkor így, tehát így az egész így mondom, és akkor így ez volt a, igen, és ez a doktornő, aki jött hozzám, járt hozzám, és akkor a vizsga előtt még oda jött hozzám reggel, és akkor mondja, hogy nagyon sem hagy, most már hagyd abba a Tamás, mert nem mondja, hogy milyen zenét szeretsz, és akkor mondom, hogy hát, és akkor azt mondtam neki, hogy hát van ez a dicsőítés, szeretek, amiben ez van, ez az ige, hogy mint szarvas hűs forrás vízhez, ez az ige, és akkor azt, hát így gyere, mondta, hogy énekeljem el, akkor elénekeltem, és akkor mondja, hogy na jó, akkor jó, hát akkor jó, akkor te bízzál, és akkor segíts Istennek, hogy akkor menj el, és írjál el, és minden. És akkor, ja, és ez az orvos, ő ateista. És akkor így, mikor ő mindig mondta, hogy beszél a különböző szervekről, és akkor mondja, hogy hát ez jól meg van csinálva. És akkor valamit így kérdezett tőlem, hogy mondjam el, és akkor aztán én meg úgy mondtam, hogy ez... Hát ez jól megteremtette Isten, vagy valami, és akkor utána már valamikor ő is így mondta, hogy nem azt, hogy jól meg van csinálva, hanem azt, hogy jól teremtette Isten. És akkor ezt meg azt mondta, hogy csak. Tehát így, most nem tudom, tehát így imádkoztam, meg imádkozunk így nagyon sokat érte, és akkor, hogy így munkálkodjon benne Isten. De, és akkor ezt az igét, így akkor így, hát ezt énekeltem neki, csak ezt így hallotta ezt az igét, aztán így. Úgyhogy nagyon csak így ezt akartam, hogy ahhoz képest így tényleg ez alatt a két hónap alatt, hát nagyon nehéz két hónap volt, de jó, és tényleg is, tehát így közel költöm, tehát amit így kértem is, vagy hát aminek így örültem, legalábbis akkor csak a fejemben, de hogy így az egész, hogy közelebb kerüljek Istenhez, vagy Isten szeretét jobban megéljem, úgyhogy hát csak. Ja, köszönöm. Igen. Ja, sikerült a vizsga. Úgyhogy most hát is így írtam többeknek, hogy mindenki így kérdezte, meg hogy imádkoztak, értem minden, és akkor csak írtam nekik, hogy jó, hivatalosan gyógymasször vagyok, úgyhogy várom a vendégeket. Gondoltam, hogy a végén azért még megkérem, hogy a vizsga kimenetelét is megtudjuk, mert az is fontos volt, de én azt gondolom, köszönjük, hogy elmondtad, mert ez nagyon fontos.
én azt látom mindig, hogy Isten a gyengeségeinkben tanít. Mert tudjátok, amikor valakinek valamihez képessége van, jó a memóriája, akkor könnyen felkészül egy vizsgára. De amikor valakinek egy olyan súlyos betegsége van, amiben tudod, hogy egyre rosszabb a memóriád, egyre többet felejtesz, egyre nehezebbet tanulsz, és át kell menni ilyen vizsgán, hogy anatómia, amelyeket én jó memóriával se próbálkoznék olyan könnyen. És akkor Isten megmutatkozik ebben a helyzetben. És a lényeg nem is az, hogy átment a vizsgán, hanem hogy közelebbről megismerted az Urat, amit elmondtál. Köszönjük, ez egy nagyon jó bizonyság volt. Erzsi jelezte még nekem, hogy szeretne valamit megosztani, úgyhogy gyere kérlek. Tudjátok, Erzsi mindig kint van, mert ő addig szolgál, amíg itt vagyunk. Ő az üdvözlő és a rendező szolgálatnak az aktív, állandó és oszlopos tagja. Úgyhogy gyere Erzsi, és oszd meg velünk, hogy... Sziasztok! Hát először is egy bizonyság, és utána egy kicsi bátorítás lenne. Szóval én a hitgyülekezetből jöttem át régen, 8 éve körül, és gyakorlatilag ezt nagyon sokan tudják, de azt, hogy miért, azt nem. Én ott 99-ben férhez mentem, egy hívő emberhez, aki azt mondta magáról, hogy hívő, és 3 évig voltunk házasok, és elváltunk. Én akkor úgy összetörtem, hogy azt hittem, hogy soha életben nem fogok talpra állni, és amikor elváltunk, akkor azt hittem, hogy Isten olyan módon jön felém, hogy lecsap. És hát közben átjöttem ide a Golgotába, egy csomó minden más megváltozott, és csomó mindent elvett Isten az életemből, olyan értelemben, hogy barátokat, jó barátokat, tényleg, és nem maradt semmim, nem maradt senkim, egyedül lettem, úgy teljesen, csupaszon, és azt hittem, hogy soha életben nem fogom túlélni. És hát, mikor ide elkezdtem járni a Golgotába, akkor hát így Isten belevont a szolgálatba. És egy szolgálatban, amivel így érzem, meg látom, hogy így folyamatosan mellettem volt, és az az imádság területe. És hát úgy emlékszem, hogy 2 hete voltunk Budafokon a kórussal, egy vállóháló nevű szervezettel, és hát valakinek mondtam, hogy megyünk oda, és fogalmam sincs, hogy mi fog történni. Mert nagyon féltem, hogy most akkor összeesek, vagy rosszul leszek, vagy kirohanok, vagy nem tudom, de vagy hányok egyet, vagy nem tudom, pont sorban. De aztán, amikor így énekeltünk így velük szembe, akkor volt egy pillanat bennem, hogy te jó világ, én is ott lehetnék a sorok között, sírva, vagy tényleg, de így nem, hanem Isten szolgájaként lehettem ott, és elváltam, igen, elváltam. De Isten úgy tartott számon, hogy nem voltam elválva. Én mármint értsétek, hogy van valakim itt bent az életemben, aki gyökeresen tart. És néha sokszor lebakarni nem tudtam, meg olyan helyzetekbe vitt bele, amire én nagyon sokan tudják azt, hogy egy szeretetet elfogadni, hát fájt minden porcikám tőle. És én egyrészt azt szeretném mondani, hogy
hogy ha az életben csinálsz egy bűnt, vagy csinálunk egy bűnt, és Istenhez oda megyünk, akkor ő hűséges és megbocsátja. Még akkor is, hogyha vannak sebek, és azt Isten folyamatosan begyógyítja. És lehet, hogy sokszor föl kell vágni azt az eret, vagy azt a sebet, hogy újra és újra kitisztítsa azt. Mert valamikor így beleesik egy morzsa, vagy elgennyesedik, és azt ki kell szedni. És a bátorítás az meg egy kicsit, hát én nagyon szeretem az ilyen beszédes képeket, és hát utaztunk szintén kórusra, hogy Hillsongra, és láttam egy dolgot, hogy hát így fel van szántva a föld. És úgy gondolkodtam, hogy télen, vagy tél előtt meg. És igen, hogy amikor mielőtt belevetik a földbe a magot, előtte föl kell szántani. És vannak helyek, ahol még a fagy előtt felszántják, hogy pihenjen utána a föld, és majd amikor kell, akkor lehessen belevetni. És ezt így egy-két napja van, forog bennem, és így valahogy így Isten azt mutatja nekem, hogy hagyjuk magunkat arra, hogy Isten felszántsa a szívünket, hogy mielőtt bele akar vetni valami magot, akkor előtte felszántsa. És hogyha Isten lát bennünk perspektívát, amik föl lehet szántani, addig meg is teszi. És amíg, mint a mezőgazdás, hogy amíg tudja, hogy jó a föld, akkor azt minden évben megműveli, és lehet, hogy akkor nem jó érzés, bár nem tudom a föld mit csinál akkor, de azt tudom, hogy Isten céllal szántja föl ezt is, és kell a víz ahhoz, hogy puha legyen a föld. Csak ezt akartam. Köszönjük, Erzső, hogy elmondtad. Én külön köszönöm azt neked, hogy annyira őszinte voltál, és az életednek én tudom, hogy egy nagyon mélyen lévő sebéről beszéltél, és arról, hogy Isten hogy gyógyított meg. Ezt köszönöm, mert ez szerintem bátorító mindannyiunknak, mert mindannyiunknak vannak sebei. Vannak kisebb és nagyobb sebek. De Isten nem hagy el bennünket, és begyógyít. Én hosszabb ideje ismerem Erzsit, és látom az ő életét, és el kell, hogy mondjam azt, hogy nagyon tisztelem őt. Az ő hűséges szolgálatára én nagyon felnézek, és példának tekintem. És látom, hogy Isten hatalmasan munkálkodik az életében. És még fantasztikus dolgokat fog munkálkodni az életedben. És köszönjük a bátorítást is. Van-e még esetleg valaki, aki szeretne valamit megosztani velünk? Gyere, gyere. Jó, még lesz, jó. Röviden arra kérlek, mert az időnk már lassan a vége felé ér, és még szeretnénk dicsőíteni is, úgyhogy de mindenképp mondjátok el, amit szeretnénk. Sziasztok, Eszter vagyok. Nem szívesen állok itt kint, de egyszer azt mondták nekem, hogy bizonyságot kell tennünk Istenről és arról, hogy mit végzett el az életünkben, mert ezzel felmagasztaljuk őt és megszégyenítjük a sátánt. Úgyhogy minden alkalmat használjatok ki erre. És nekem nagyon sok mondani valóm volna, ha lenne sok időnk, így megpróbálok csak párat kiragadni, mert tényleg ebbe az évben Isten nagyon sok mindent elvégzett az életemben, és nagyon sok csodát tettét láttam. Én januárban kezdtem el járni ide a Golgotába, és pont egy hétfő estére estem be nagyon rossz lelki állapotban, és nem volt túl pozitív elvárásom, tehát azt gondoltam, hogy ez is egy olyan hely lesz, amiben majd csalódni fogok, mint eddig mindig.
És soha nem felejtem el, hogy ahogy beléptem a terembe, láttam, hogy itt az emberek mások, és lehetett érezni a szeretetet, ahogy egymáshoz viszonyultok, és tudtam, hogy jó helyen vagyok, és utána, amikor hallgattam a tanítást, akkor is azt éreztem, hogy végre igazságot beszélnek, végre elmondják azt, hogy mi az én problémám az életemben, pont a szellemi harcról volt szó, és hát nem vagyok teológiailag túlképzett, de sokat tapasztaltam az életemben azt, hogy az ördög. Hát igen, tehát hogy ahogy a jó és a rossz harcol az életünkben, és úgy éreztem, hogy itt tényleg igazságokat hallok. És azóta járok ide a gyülekezetbe, és nem nagyon értem Isten, de engem már márciusban elhívott arra, hogy én szolgáljak, és menjek el evangelizálni az evangelizációs szolgálattal, és abszolút nem értettem, hogy ezt hogy gondolja, amikor én nekem van nagyon sok kérdésem, és nekem kéne válaszokat kapnom, akkor én hogy fogok másoknak válaszolni a kérdéseire, de mindig úgy mentem el, hogy egyszerűen csak el fogom mondani, amit velem tett, és a saját megtérésemről fogok bizonyságot tenni, és hiszem, hogy ez elég lesz. És nagyon jó volt látni Isten munkáját, és olyan embereket ismertem meg, akik hát hihetetlenek a számomra, és én soha életemben ennyi szeretetet nem kaptam. És elmondom még az utolsót. Egész évben nagyon sok minden történt, amiért hálás vagyok, úgyhogy most csak egyet ragadok ki. Ősz óta én nagyon keveset tudok ide járni, csak a hétfő estékre tudok járni, és nekem ez nagyon rossz volt lelkileg, tehát rögtön éreztem a hatását, így rögtön mélyre kerültem, és hiányzott Isten jelenléte és a közelsége, és hogy több időt tudjak vele tölteni. És akkor egyszer csak hallottam, hogy lesz ez a vajtai konferencia most hétvégén, és hát tudtam, hogy nincs pénzem rá, meg hát úgy azt se nagyon tudtam, hogy fogom megoldani, hogy a kisfiammal mi lesz addig, de valahogy éreztem, hogy nekem muszáj ott lennem, és egyszer csak valaki felajánlotta, hogy ő befizet engem, és aztán azon kezdtem kattogni, hogy jó, de hogy fogok oda lejutni, és most vasárnap este oda jött hozzám egy lány, hogy van hely egy kis buszba, és menjek velük. Tehát, hogy Isten mindenről gondoskodott, és mindent előkészített azért, hogy a vágyamat teljesítse, hogy vele tudjak lenni egy kicsit több időt. Úgyhogy sokszor olyasmit is megtesz Isten, amit mi ki sem mondunk, vagy nem is kérjük tőle, de ő ismeri a szívünket és a vágyainkat, és szeretném megköszönni nektek mindazt, amit kaptam az elmúlt egy évben tőletek, és nagyon örülök, hogy ide járhatok közétek. Én meg azt szeretném megköszönni, hogy elmondtad, meg még azt is szeretném megköszönni, hogy aktív és állandó tagja vagy az ima órának is, ugye az alkalom előtt imádkozunk ezekért az alkalmakért, ezért Isten áldása a te imáidon keresztül is, és a többiek imáin keresztül is. Én hiszem, ahogy ő ígérte, eljut a céljához. Igen? Jó, tapsoljuk meg Jézust! Szerintem a mennyben még ennél sokkal többet is fogunk csinálni. És akkor még az utolsó, röviden kérlek, mert már nagyon az időm. Sziasztok, Zsuzsi vagyok, és azért állok ki elétek most, mert nem szerettem volna, nem. De főleg Elzsi után elég nehéz megszólalni, mert én is a kórusról szeretnék beszélni. Szeptember 13-án kezdtük el a kórussal az idei ezt a karácsonyi szezont, és én nem akartam a kórussal énekelni ebben a szezonban. Azt mondtam, hogy kész, szét van csúszva az életem, nem tudom menedzselni az életemet, nem tudom, hogy mi lesz novemberben, és kész, és szét voltam csúszva teljesen. Nem tudtam ennyi bizonytalanságot kezelni. És akkor ugye keddenként vannak a kóruspróbák, tudtam, hogy milyen energiákat követel meg tőlem a kórus, hiszen
már több szezon van a hátam mögött, több évnyi szolgált a kórussal. Tudtam, hogy a mérce az itt van, tudtam, hogy én ennyit tudok hozni. És ott volt az a differencia, amikor azt mondtam, hogy hát Isten, hát van itt egy kis probléma, ezzel most mi lesz? És megőrültem. Én utána másfél hétig, én csak annyit mondogattam, hogy ilyet normális ember nem csinál, hogy még emellé még bevállalja ezt a nagyon komoly szolgálatot. És mivel, hogy itt ül a kórusvezetőm, a szolgáltvezetőm, remélem, hogy sűrűn bólogat, hogy tényleg énekelek a kórussal, és tényleg szolgálok a csoporttal, nem volt egyszerű meghozni ezt a döntést, de azt hiszem, hogy nagyon áldásos volt. Köszönöm. Köszönjük szépen, megosztottad. Most már, ha lenne is, most már nincs időnk több ilyen bizonyságtételre, de lesznek még ilyen alkalmaink. Úgyhogy, és én ezeket fontosnak tartom, amikor egymás életében látjuk, hogy Isten mit cselekszik, és ez bátorító nekünk. És szerintem sokkal több is van még. Úgyhogy mondjátok el egymásnak, az egymással való közösségben, az alkalom után, máskor, akármikor, amikor találkoztok, mondjátok el egymásnak, hogy mit cselekedett a ti életetekben Isten. Bátorítsátok ezzel egymást. Most pedig még dicsőítünk, úgyhogy kérem a dicsőítő csapatot. És arra kérlek benneteket, hogy ebben az utolsó blokkban, ahogy Isten elé megyünk, legyen a szívünk ott előtte, mint egy hálaadó szív. Azért, amit cselekedett. Ugye nem mindannyian mondtátok el, hogy mit cselekedett az életetekben Isten, de tudjátok a ti szívetekben, látjátok. Lehet, hogy ezután fogja Isten megerősíteni, vagy megmutatni azokat a dolgokat, amiért tudunk hálát adni. Menjünk eléje hálaadással, tiszta szívvel, dicsőítéssel, a kereséssel, azzal a vágyal, hogy a mi Istenünk előtt újongunk, előtte táncolhatunk, előtte, egyszerűen előtte vagyunk, akik vagyunk. Ő ismeri a mi gyengeségeinket, de pontosan a gyengeségeinkben talál meg minket. És megdicsőül mindazokban a dolgokban is, amiket itt hallottatok, azoktól, akik elmondták. Menjünk eléje, dicsőítsük őt. Látom az élő Jézust,
hozsána fent a mennyben. Say
Valóban Jézus, gyönyörű vagy. Minden imádatunk, hálánk, kiáltásunk, kérésünk hozzád száll. Gyönyörű vagy, téged imádunk, téged keresünk. Köszönjük ezt az estét, köszönjük, hogy szóltál hozzánk. Köszönjük, hogy ahogy elmegyünk innen, te velünk jössz, nem egyedül megyünk. Köszönjük, hogy megígérted, hogy velünk maradsz a világ végezetéig. És köszönjük, hogy egy napon majd színről színre látunk téged, és örvendezhetünk a jelenlétedben. Köszönjük mindazt, amit cselekedtél velünk. Ebben az esztendőben, az életünkben, és ezen az estén is. Jézus nevében. Ámen. Isten áldjon benneteket. Jövő héten szeretettel várunk. Hétfő estén folytatjuk a Filippibeliekhez írt levelet, az örömlevelét. Addig pedig mondjátok el legalább egy embernek azt, hogy mi volt a legnagyobb dolog, ami történt veletek ebben az esztendőben. Bátorítsátok egymást. Sziasztok!